Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok! És ez itt a Crusader Kings 2, illetve a következő része! A legnagyobb, hogyha emlékeztek, sikeresen vereséget mértünk a mongolokra, megőriztük az erdélyi csákok függetlenségét, és elfoglaltuk Szlavóniát, ami után az aranyhorda tovább kezdett dezintegrálódni, aminek hát eredményeként egyrészt Magyarország függetlenedett, másrészt meg ugye, hát létrejött ez a nagy oroszországi border gór itt. Igen, és valamiért a volgai bolgárok megkapták Horvátországot. Hogy miért, abban nem vagyok teljesen biztos. És egyébként nem egy oldalág, a volgai bolgárok. A főág. Tehát, ja. Valahogy majd lesz ez. Kíváncsi vagyok, mi lesz akkor, amikor megsemmisül felettük az aranyhorda fennhatósága, mert szerintem megfog. És egybe kéne tartaniuk így a királyságot. Így van az egyik tartományuk, itt a másik, és igazából semmi összekötődés nincs a kettő között. Na mindegy. Ma nem igazán, jelenleg úgy látszik, hogy nem igazán van lehetőségünk terjeszkedni, vissza akarjuk fizetni ma a kölcsönünket. Viszont szerintem ma megpróbálunk egyrészt a birodalmon belül terjeszkedni, ki is küldjük a követőnket, hogy szerezze meg Karintiát. A császári mondanám azt, hogy megpróbálunk császárválasztáson esélyt szerezni, viszont a játékban ugye ezt nagyon nehéz befolyásolni, mert lövésem sincs, hogy az emi mi alapján szavaz és kire. Na jó, kire az még úgy, ahogy, de hát ezt is rendezni, na mindegy. És megpróbáljuk egy kicsit központosítani az országunkat. Valójában nekünk itt egy rohadt nagy birtokos csákunk Nyitrában. Ő irányít igazából a nyitrai hercegség 3/5-ét. 5 tartományból áll, ugye? 6-ból. Akkor a felét. Neki megpróbáljuk megtörni a hatalmát. Azt hiszem, hogy itt egyébként nem egy cseh hűbére sem sincs. Na mindegy. Nyitrai csák Vilmosra. Megpróbálunk nem jogotfabrikálni, megpróbáljuk elkövetelni az egyik birtokát. Azt hiszem, erre van fókuszom. Aha. Vagy nem fókuszom, hanem ő, hogy is hívják, amit nem fókuszok vannak, hanem tervek. Elkezdjük el tervezkedni. Valonnan kaptam 50 pénzt. Nope. Remek. Nope. Nope. Ausztriából is még tartunk, azt hiszem, jó pár birtokot. Magát Ausztriát tartjuk? Igen. Ja, Ausztriát és Traungaut tartjuk a két leggazdagabb tartomány, és Tejrországot hibát kiosztottuk. Hercegségként is. Jó, a féltestvérünk Remek Stuart lett. És elveszték közben a tervemet. Jéééé! Persze, elmegyünk a nikájai császár koronázására, második Johannészhoz. Közben visszaköveteljük a csákok birtokait, elköveteljük Pozsonyt. Összemondjuk a hadsereget, kivéve a felvidékieket, mert azok ugye rögtön szembe kerülnek a csák csapatokkal. Akkor háború, és megörököltünk valahol egy csacsalút, vagy milyen büdös életet. Akkor itt felemegyük az extra csapatokat, aztán kiosztjuk. Oké, okay, a csávonak van úgy 3000 embere. Bedaráljuk őket. Az aranyhorda közben mit művel? Semmit, úgy látom. Ja igen, és a lengyelek végül megnyerték az ő háborújukat és megszerezték Kelmet. Mert ugye a Belc maradéka már közben elszakadt. A litvánok pedig továbbra is ortodoxoknak. Egyébként az a poén, hogy jól látom, ortodox tartományok még nem is tartanak. Tehát nem is arról van szó, hogy a litván központi vezetésre mit tudom én nyomást gyakoroltak volna a minszkiek. Csak úgy simán így ortodoxok lettek. Na mindegy, a legjobb tábornokkal vezetjük a hadsereget. A csákok megtámadták, hogy ületem az ausztriai csapataimat. Remélhetőle... What? Véget ért a háború, mert megcsinálta a nyitrai hercegséget. Hát én ezt magasról leszarom, könyörgöm. Na mindegy, nem adunk a hűbérulunknak pénzt. Miért adnék neki? Fuck off. Visszafizetjük a kölcsönt. És most már nem tudok rá plotolni? Ó, de lecsukhatnám. Csak a tanács nem megy bele. Hát akkor elraboljuk, nyilvánvalóan. Kidnap herceg Vilmos. Ez nem tudom, hogy mi volt ez a hirtelen vége a háborúnak dolog. Jaj, nem, ott van egy katarunk. Alajos, Hondból. Légy, ne legyél katar, oké? Okay? Please no katar. Jó. Az örednességek tovább is terjednek úgy a keresztény világban. Az ellenpápát ugyebár letették a franciák háborúja miatt, viszont... hát nem túl nagy a katolikus egyház fennhatósága. Ugrin, kapsz egy jogot Nyitrára.
Másik lehetőség egyébként az lenne, hogy megszavaztassuk azt, hogy ezentúl ne a tanács szavazzon a börtönbezáratásokra, a letartóztatásokra, és egyszerűen elfogjuk úgy Chuck Vilmost. Tervezgessél csak nyugodtan, te nem vagy veszélyes. Mik a tanács törvények? Tudunk szavazni? Tudunk szavazni. Steyer herceg mellettem szavaz, mindenki más ellenem. Azt hiszem két embert van pénzem lefizetni. Steyer herceg Cezima mellettem szavaz, Markvárt sosem fog mellettem szavazni. A tanácsban vannak jelenleg hatan, én vagyok a hetedik. Tehát, hogyha két ember mellettem szavaz, még Cezima mellett, az három szavazat mellettem, én vagyok a negyedik és megvan a többség. Úgy látom, még sincs pénzem lefizetni őket. Akkor várunk egy kicsit, hogy legyen pénzük lefizetni őket. Elméletileg nem fog túl soká tartani. Eközben van egy Moreai királyságunk, egy Akályai királyságunk. Viszont nem szakadtak el a latinoktól. Azt hittem elszakadtak a latinoktól, de akkor nem. Novgorod eközben mi ügyködik? Ha jól látom, hajszál pontosan semmi, megnyert itt egy háborút valaki ellen. Ó, az egyik hűbére se föllázott, oké. Okay. Fura, azt hittem valami Riga városának valahogy egy kicsit nagyobb függetlensége van, de mindegy. Az angoloknál elektív monarchiát akarnak, kivezeti a drázdást Randolph Stanley, és ki az, aki tényleges nagy a drázdás mögé a hatalmat, a northumbriai és a norfolki hercegek. Gilbert de Umfraville és Hugh de Bigod, vagy Bizsod, vagy szerintem Bigod, ez Bigod azt hiszem, na mindegy. De az a lényeg, hogy elegük van a Plantagenet uralmából. Nem adunk pénzt a császárnak, miért adnék pénzt a fucking császárnak? Megvan a kánházasságunk, igazából át is tudna... Te miben haltál meg? Ó, oh, mangolokba. Halálok a tatár. A magyarok megtámadták Erdélyt Biharért. A magyaroknak van 15.000 ember, nekem van 13.000. Igen, itt már második Osli uralkodik. Az öccse Donát. Neki Uncsiba neve. Azon gondolkozom, hogy hadd menjek a magyarok ellen. 54% esélye elraboljuk Chuck Vilmost. Hát nem raboltuk el. És eltűnt a tervünk. Hát tervezzük újra. Jó, mindjárt lesz egy pénzünk arra, hogy lefizessünk pár embert a tanácsban. Kaptunk hithűséget, jaj, és sajnos sem hithűséggel kell őket lefizetnem. 96-ba kerülne csak lefizetni. Őt kevesebbe kerülne, de ő nem akarja, hogy lefizessük a rohadékja, ahogy képzeli. És ő Cezio mellettünk szavaz. Tehát lefizetjük, lefizetjük Markvártot és Otakárt. Jó, Markvárt mellettünk szavaz. Otakár úgy szintén. Így van három szavazatom, én vagyok a negyedik. Otakár. Ilyenkor automatikusan mellettem kéne szavaznom az első napon, te szerencsétlen. Markvártot nem fizettem le véletlenül? Ja, az a másik Markvárt. Az üzenetet véletlenül átugrottam, na mindegy. Megpróbálnám megölni Vilmost, annak nem lenne sok értelme, mert egyszerűen rökölne egy másik csák. Szóval, ráadásul csák-csák lenne. Szóval egyszerűen lecsukjuk. És szeretnénk szépen visszakerni a nyitrai hercegséget, köszönjük. És már jogunk van lecsúni azt, akit akarunk. Magyarország választásos monarchia lett, ezt el is felejtettem, úgyhogy van egy szavazatom. Hogy tudnék szerezni magamnak pár hercegséget, és ami azt jelenti, hogy fogok tudni. Ez kimondottan jó lenne. Jó, magyarnak van 16.000 embere, jelenleg nincs igazán túl sok katonánk, úgyhogy most nyalogatjuk a sebeinket a mongol háborúk után. Micsoda? Hatodik Henrik nyíltan lázdással vádol. Remek.
Hát ennek nagyon örülünk. Hát hogyha lázdással vádolnak, akkor igazából már lázadhatunk is. Ami azt jelenti, hogy belépünk, melyik párt utálja a császárt? Ők boldogak, akkor oda nem. Ők rendben vannak, szóval oda nem. Ők boldogak, szóval oda nem. És a tradíciós párt boldogak, szóval oda nem. Belépünk a Prosperity Factionbe. És kinevezünk egy új parancsnokot, Havelt. És tartunk egy találkozó... A Court Factionbe léptem be? A Court Factionbe léptem be. Rossz Factionbe léptem be, na mindegy. Megerősítjük a saját pozíciónkat. Tartunk egy szép beszédet. Oké, mindenki tapsol, imádnak minket. Kálmadalajda, legyen ambíciózus. Neki akarjuk ugye megszerezni Erdélyt, amint csak lehet. Sajnos nők nem örökölhetnek, tehát nem is tudok az ő nevében háborút indítani. Hoppá, veletek, volt egy szövetsége miatt, de meghalt az öreg. Újra szövetkezünk az erdélyi kánokkal. Ezzel lehetséges, hogy be fognak rángadni egy háborúban a magyarok ellen. Sőt, valószínű. Elveszteném az igazságosságot, és ez egy nagyon jó trade, szóval nem. Ja igen, te Oubliette? Ne legyen Oubliette. Viszont belépünk a magyarok ellen a háborúba. Úgy látom, két stackben tartják a hadseregüket, tehát talán el tudjuk őket vágni egymástól, és le tudjuk őket győzni egyesével. Összehozzuk Prágába a hadseregünket, szokás szerint. Hogyha ezt a háborút megnyerjük és meg tudjuk semmisíteni a magyar sereg jelentős részét, akkor utána jó esélye meg fogjuk hídírni a saját háborunkat, hogy is hívják el, kolonér. De rossz helyre mész. És miért vannak itt a dánok? Szövetségesek a magyarokkal? Szövetségesek a magyarokkal, de zseniális. És le is menetelnek ide természetesen. Hát a dánokat elvágjuk. Lehetőségek szerint. Tetszik amúgy, hogy simán keresztül menetelnek az egész német-római császárságon, ahogy a végig morzsódnak, mert nem barátságos terület a háborúban. Olmütz cselett. Miért eddig mi volt? Ja, morva valószínűleg. Oké, okay, úgy látszik, hogy valahol keletebbre akarnak belépni a Kárpátok közé. Valószínűleg Szepesnél akarnak átjönni, szóval Borsodnál elvágjuk őket. A felségünk terhes. Ja, igen, ő a lengyel, ugye? Igen, igen, egy piaszt. Hol van a magyar király egyébként? A seregben, a rohadt életbe. Hogyha nem a seregben lenne, akkor el tudnám fogni a várában, ugye? Utolérjük őket? Jó kérdés. Nem értük utolérjük őket természetesen. Zemlénemben utolérjük őket, ami sík terep, viszont az ellenség közeli délfelől. Szerintem megnyerjük a csodát, még mielőtt ide érne. Nem, nem valószínű. Oké, okay, párbajozunk ezzel a szegény püspökkel. Jó, mindjárt befut a magyar sereg. Befutott a magyar sereg. Nincs a derékhadba tábornok. A derékhadat szétzúztuk így. Oké, okay, pont időben segítettünk a saját jobb szárnyunknak. És megnyertük a döntő csatát. Elfogtunk egy mikrós főispánt. Haza küldjük Welcheidiért, mert alig tudjuk fizetni egyes a sereget. És a magyar hadsereg ezzel 7000 főre csökkent, 7500. Menjünk és felszabadítjuk Jubihart. Jó, ezeket végigrohamozzuk. Nem tudom, hogy milyen messzire Shattered Retreat el az ellenség, ez ugye változó, erősen változó. A dánok úgy látom a mongol területeken keresztül akarnak kerülni. Ami viszont azt jelenti, hogy egy időre ketté vágtuk a dán és a magyar seregeket. A magyar királyi seregek jönnek vissza, támadják az erdélyieket. Pontosabban támadni készülnek őket békésben. Támadják csak meg, oké, okay, és most megyünk segíteni. Amíg a dánok messze vannak a Kárpátok túloldalán. És közben biztosítjuk a Nikájai szövetséget. Nikájával hivatalos szövetségre emlépünk, mert nem akarunk ok nélkül belekavarodni egy háborúba Ruméliával. De hogyha mi szarban vagyunk, akkor majd szövetkezünk velük, és reméljük, hogy elfogadják. Te egy pocsék harcos vagy, én egy kicsit kevésbé pocsék harcos vagyok.
Úgy, hogy meghaltál, GG. Ezzel megöltük az olténiai herceget. És kihez került a birtok? Barbat Litovaihoz. Jó, az előző is egy román volt. Pontosabban egy vlach. Szerintem nem, szerintem az előző egy magyar volt. Nem, egy litvai. Igen, ugyanúgy. És mind a ketten katolikusok. Észre, még egy lányunk unhunta. Jó, a dánok jönnek vissza 80 ember. Úgy látszik, hogy ők jóval kevesebb veszteséget szenvedtek, mint a magyarok. Ez azt szerint a veszteségek zömét menekülés közben okoztuk, amikor a magyarok már ott voltak. Torda már egy kicsit nehezebb terep támadásra. Nem biztos, hogy neki akarok menni a dánoknak. Nekik menjünk. Szerintem nekik megyünk. 19-én beérünk. Oké, okay, az elsőnek két szárnyán nincs parancsnoka, mert az emmi hülye ezek szerint. A derékadat a király vezeti. A király egy pocsékharcos. De leállt velünk párbajozni, mondjuk őrült. De hát ezzel ez nem fog igazán rajta segíteni. Oké, okay, már meg is sérült. Oké, okay, most már még jobban megsérült. Most már rá is jöttünk, hogy megsérült, és megöltük a dán királyt. A dánokat ezzel kiütöttük a háborúból. Mert ugye a szövetség a király életére szól. A magyarok hoznak 2400 embert. Ezek egy nyugat felé tereljük, nem akarjuk, hogy bedalálják az erdélyi hadsereget, amíg nem figyelünk. És talán valószínűleg visszacsapunk nyugat felé, és megpróbáljuk kiosomolni a király központját. És ezzel annyira megjegítjük a sereget, hogy utána szerintem hadat üzenünk kolonér. Úristen, minden történt itt. Fuck off! Mindig én vagyok Court Faction feje? Mindig én vagyok Court Faction feje, szupi. Bozanát neveljük valamire. Lehozunk egy szerb szövetséget. Nem, a saját csapadaim parancsnoka vagyok, köszönöm szépen, és amúgy is utálsz, ez biztos valami trükk. Úgy látszik, itt van otthon 400 emberük for some reason, amikor innen... Tehát ez a király saját birtok innen csak felemelte az összes emberét. Na mindegy. Belgrádnál rohangásznak. Tetszik, hogy Belgrád magyarul Belgrádával. Na mindegy. Hoppá, 2400... Ja nem, azok ott a családiak. Családi hercegi csapatok, ők kikkel harcolnak. Saját háború... Ők Krasó fölött harcolnak a vasalföldi herceggel. Jó, itt kiosomoljuk Ikervárt, és talán megyünk és szétverjük Biharban a királyi csapatokat. ...52% esélyettől a fiunk stresszes lenne, vagy depressziós, szóval nem kösz. Apropó, neked nem általán lehozunk egy házasságot, úgy emlékeztem, hogy neked már szerveztünk egyet. Az angol király nem lenne rossz, a dán király szintén nem, az új dán király, egér. A novgorodi nagyherceg lánya. Vagy nagyfejedelme, vagy mi a fene, vagy a francia királyé? Novgoroddal aztán biztosítottuk a szövetségünket jó előre. Ezek szerint nem, ami azt jelenti, nincs is szövetségünk. Akkor ez lehet, hogy ez egy jó ajánlat lenne. Bár az a helyzet, hogy a mongolokról ugye már nem igazán fogunk harcolni annyit közvetlenül, csak nagyon keveset még itt Horvátországban, meg a maradék magyarországi birtoknál. Tehát nem tudom, mennyire érné meg egy novgorodi szövetség, és tetszik, hogy Kijev fővárosa itt van fönn a fenébe Smolenskben, és nem Kijevben. Na mindegy. Azt is egy Rurik ide tartja. A legerősebb az összes herceg közül Vladimir Szuzdál, pedig még fel sem szabadult. Elpid csak Vladimir. Na mindegy. Talán ez lenne a legjobb ajánlat. A magyarok ellen ugye bár most háborúban akarunk terjeszkedni, meg talán a választással. A franciák felé terjeszkedni esélyünk sincs, annak olyan szempontból lenne értelme, hogy mondjuk a császár ellen adna egy szövetséget, hogyha a császár esetleg bekavarna. A francia képen támadják egyébként a latin császárt. A latin császárságért? Oké, ez érdekes lesz, hogy tartják meg a franciák akáját. Itt vannak a Württembergiek. Velük lehet, hogy megérné egy házasság, de ez inkább ilyen második fiús ajánlatnak tűnik egy ilyen kis hercegség a rokonoknak.
Ennyit, legyen az ön novgorodi ajánlat. Nem ez a másik lány, fuck. Bocsi, de a másik, amelyik tehetséges. Na. Sajnos hosszabbak a kapcsolataink, mert felbontottunk egy eljegyzést. Na mindegy, ez van. A fiú mértékes, igen, mérsékelt lett, remek. És stresszes. A magyarok úgy látszik harcolnak az erdélyekkel Biharban. Ezt erdélyek simán megnyerik. Jó. Több adó, az mindig jó. Milyen király van rajtam kívül a birodalomban? Látom, hogy valami király belépett egy factionbe. És csak én vagyok egér. Csak én vagyok itt király. Ó, a Hanza feje. Ő királynak minősül. Hoppá, és Borsa Tamás választják meg jelenleg. Királynak, ahogy kinéznek a dolgok. Oké. Okay. Arra a címre kérünk szépen egy jogot, mert ez a fickó utál minket, és mivel van rá jogunk, a tanács meg is szavazza, vissza is tudjuk követelni. Egy gyors rohammal bevesszük ezt a várost, mármint Sopront. A polgármestert lecsukjuk, majd hazaküldjük Veltségdíjére, és megyünk azonnal harcolni az ellenséggel, mármint a lázdókkal. Igen, az ellenséggel szokás harcolni. Legalábbis meg tudjuk várni, hogy a következő 2-3 napban lesz a lázdás, abból, hogy szétvertük a magyar királyi hadsereget. Úgy látom, egyelőre nem. Azt ott kérjük szépen vissza. Meg is szavazza a tanács, kinevezünk egy új tanácsadót. A szlavon herceget. Babon, második babon jéget. Mióta van ilyen magyar név, hogy babonjeg? Az apja babonjeg, ő babonjeg és a fia babonjeg. A másik fia Gábor. Kinevezünk ide egy csekodorikus grófot. Vagy... várjunk? Hogy vannak a birtokaink? Esetleg van valami, amit jobban megérnék kiosztani? Hát nem igazán. Akkor kinevezünk az anyóba egy új csekodorikust. Jó, hadsereget lebontjuk. És oda tüzelünk második Oslinak, Kölner. Vagy Kölner? Igen. A magyar Köln. Kolonér. Mellettünk lesznek az erdélyek és a lengyelek, ellenünk a szicíliaiak és a kraniak. Kran. Oké, tehát Asszem Mihály. Gondolom a volt bolgár cár azért van szövetségük. Na. Összehozzuk a hadseregünket. Prágába. Veled egy nagykerülővel, nehogy belé fussnak a magyarok. Oké, kevésbé rohad a birodalom. Remek. A császár még, hogy meg se koronázták. A fiát viszont úgy látszik, hogy megválasztják, amikor úgy nézett ki, hogy megválasztják, amikor legutóbb néztem. Hát szavazunk magunkra, mert merne. Ó, van két szavazatunk, ki szavaz még rám? Szezim a Steyrországból, rá számíthatok. A fiára valószínűleg majd nem számíthatok annyira, bár neki sincs velem baja. Jó, a lengyelek átértek Árvánál a Kárpátokon. Ahogy elnézem, rásolják Sopront. Nem, rásolják Kolont? Oké. Okay. Akkor mi rásoljuk Sopront a csapatainkkal? Ja, találkozunk az udvari párttal. Ki tudok nevezni esetleg itt ezeknél jobb tábornokokat? Ja, most ki tudok. Mint egy fokkal. Erősítjük a saját pozíciónkat. Próbáljunk meg tagdíjat szedni. Ennek jó vége lesz. Megszavazták! Kaptunk 200 pénzt? Oké, köszönjük. Hát erre nem vártam. Na mindegy.
A lengyelek bedarálják a vasalföldi herceg hadseregét. Miközben kiosomoltuk Ikervárat, aminek nem volt helyőrsége, mert a múltkor osomoltuk ki. Hol van a magyar királyi hadsereg? Fehérben. Á, ott jönnek. Egy pillanatra leszettem, hogy nem látom őket. Jó. Menjünk vadászok le a hadsereget, a király ott lesz. Pontban találkozunk vele. Köszönjük neki, megöljük a katonáit, elfogjuk és hazavisszük. Oké, Szambolyan megint erre, Szambolyan, nem akarod megölni Nem akarod megölni, az egyik leglojálisabb hűbére sem. Miért akarod megölni, te szerencsétlen? Úristen, tehetségtelen nőszemély. Kaptunk pénzt. Kit fogtunk el? Ó, Tamást, a leendő magyar királyt. Hazaküldjük váltságdíjért, mert kell a pénz. Egyébként kivégezném, mert ugye... Majd akarok indulni én is a választáson. És összehozzuk a novgorodi házasságot. Mi van a száddal? Trétet nem látok rá, na mindegy. Egyébként azért vannak ilyen sötét-fekete szemei, mert stresszes ezek, ugye karikák akarnak lenni. Ötödik Boleszláv elsőszülött fia meghalt szívrohamban, depressziósan. Mikor halt meg? 1268, már lassan 10 éve. Úgyhogy a második fia Leszek fog örökölni, akivel a házasságunk van, neki viszont nincs fia. Meissen, kiosztok Meissent? Úgy emlékeztem, hogy kiosztottam a papsajtnak. Ja, az egész hercegséget nem osztottam ki. Hát ez a fickó nagyon nem szeret minket, szóval nem neki fogjuk kiosztani, és ráadásul azt hiszem nem is cseh, de cseh. Miért nem szeret minket? Túl sok hercegségünk van. Hát akkor kiosztjuk ennek a Voigtlandi fickónak, Zavisnak, vagy Zavisnak, vagy mi a fene Meissent. Már nincs is túl sok hercegségünk. Ausztriát majd lehet, hogy kiosztjuk valamikor. Igazából az ilyen örökösi birtoknak lenne a legjobb, lehet, hogy kiosztjuk majd Slavomirnak. Csak azért, egyébként azért nem szeretek a fiaimnak birtokot adni, mert az emmi ugye full retard, és akkor a lehető leghülyébb házasságokat köti rendszerint a fiúkkal meg az unokákkal is. Ferra fellázott a császár ellen a deszték alatt, mert úgy látszik, hogy nincs sok esélye. Ráült egy 12-es császári doomstack. Szeretett egy lányunk Libusze. Hevesbe véve föllázadtak. Föllázadt Corrado hadseregével, jaj, ő egy kalandor. 44 ezer ember! Egy kalandor így egyszer csak jött 44 ezer emberrel. Az istenik, mi vagy te, Bohemund? Na mindegy. Tehát föllázadt... ami azt jelenti, jött Corrado 44 ezer kalandorával, akik így spawnolnak. Föllázadt Hildegard, a schwab herceg, nő. Már így nem föllázadt, hanem a császárral akarja követelni tőle Schwabiát. Amit igazából nem tart, ugye a rajnai frankokat tartja. És közben megy a ferrai lázdás. Hát a rajnai frankokat megörökölnénk, szóval reméljük, hogy ezt a lázdást nem nyeri meg a császár, vagy nem veri le a császár pontosabban. Legyél ambíciózus, te vagy az első szület fiam. Jó, a felsége remek steward lesz, eltekintve attól, hogy falánk, ez elviszeszem kettőt a statjából. Egyet. Ja, akkor csak a B-statja valami alacsony. Ja, 3. Van még egy lázdásunk. Parasztlázdás Tarantóban, Szicíliában. A felségünk lebetegedett, vérhas és eléggé komoly, viszont jól kezelte az orvosunk. Legyen inkább bátor, mint őszinte, remek. Jó hadvezér lesz a kölyökből talán. Jön már az a jogharinti ára? Fabrikálod egyáltalán? Valami random báró lányával akar házasodni a Hanza vezető családja, nyugodtan. Kapunk érte pénzt, és nem megyünk a császáriségbe parancsnoknak. És rámültek, ha jól látom a lengyelek. Nem, az erdélyiek, úgyhogy lemozsolódjunk, jej. Na, hát ez egy kicsit, ja, a lengyelek besegítettek.
És most jönnek utánam? Nem, nem jönnek utánam, hál' az éjnek. Ki a Somogyuk György, mert itt vagyunk közelben. Rendjárt rámentek Somogyra. Ja, tényleg a fiam, hogy be kéne mutatnom az udvarnak. 33% esély van, hogy depressziós lesz, 33 kb. Arra, hogy... hogy is hívják, türelmes vagy igazságos, ez megéri. Depressziós lett, hát ez nem jó. Majd reméljük kijön belőle. Majd amikor bemutatjuk az udvarnak, az biztos segíteni fog rajta. Ez ott Novgorodi birtokok? Nem. Hát azon a 44 000 kalandorral nem tudom, mit fog kezdeni a császár. Ezeket a kalandorságokat amúgy egyszerűen rühellem. Nem akarom kikapcsolni, mert akkor... Tehát... Van olyan, amikor normális a kalandorság, amikor jön 3000 viking és éjjel akarunk magunknak foglalni egy grófságot. De amikor egyszer csak megjelenik a semmiből 44 000 ingyenes nehéz lovas, és megmondják, hogy mi vagyunk a német-római császárok, na az idegesítő. Igen, és Fülöp király megszerezte magának a latin császárságot. Na, Győrbe véve. Köszönjük, Kolont. Ezt a hadsereget lebontjuk. És azazzuk a hadseregünket. Mikor harcoltunk leg... Harcoltunk megint a mongolok ellen? És fickó mindig a hűbéres ember börtönében van? Miért üzenjünk hadat? Oké, hadat üzenhetnénk Horvátországért, amiből lenne azt hiszem 5 birtokunk. Viszont egyrészt ezt mind katolikusok tartják, és ugye meg is tartanák így, és a übereseim lennének. Másrészt pedig... Ó, nézd, egy horvát szunita. Másrészt pedig ugyebár Magyarországra akarunk menni elsősorban, nem Horvátországra, és leginkább a választásra, mert ott most van, és lesz esélyünk nyerni remélhetőleg. Ott adnánk a centralizáción, az lehet, hogy nem ártana. Van egy valaki, aki nem döntött el a szavazatát. Lehet, hogy inkább a tanácshatalmának kéne odavágnom. Először is nyerjük meg ezt a háborút. Visegrádot fogjuk elkövetelni. Mert hogyha Visegrádot megszerezzük, akkor el tudjuk bitorolni a visegrádi hercegséget egy magyartól. Ki tudjuk osztani valakinek, aki hozzánk lojális. Mert azt hiszem, mivel ezt a hövari fickó tartja, ezt el fogjuk tőle bitorolni. Ki tudjuk osztani valakinek, aki lojális, és aki támogatni fog a magyar királyválasztásom. És majd teszünk róla, hogy legyen királyválasztás. Hogyha máshogy nem, akkor csatában. Elköveteljük Visegrádot. És Instavin. Tudom egyébként, hogy ez egy kicsit rohadékhúzás, amit itt művelek. Viszont azután, hogy a mongolok hadseregét úgy szétvertem, hogy az uralig menekültek vissza, az elfogadható lenne, hogy Nyitránál többet tudok elkövetelni. Elköveteljük Visegrádot. Már itt elbitoroljuk Visegrádot. És ki kéne osztanunk valakinek? Bedrich. Megkapod Visegrádot. És remélhetőleg ezzel a magyar királyválasztáson... A magyar királyválasztáson... Bedrich magára szavaz. Ezért utálom egyébként a játékban, hogy nem lehet specifikálni, hogy mit kérek a szívességeimért. Na mindegy. Te állj le a terveddel. Neked meg visszaköveteltem a birtokodat, és meg is tesszük. Tudom, hogy jó tábornok vagy, meg minden, de azért az nem úgy van, hogy megmondod, hogy a lányod örökre, aztán majd valahogy kikerül a királyságomból a birtok. És kiosztjuk Glatzot valaki újnak. Meg komolyan egyébként, az ember 100-ra szeret, nem ambíciózus, ami azt jelenti pont, hogy elégedett. Mi más tehetnék még, hogy rám szavazzon? Ezért mondom, hogy baromi nehéz manipulálni a választásokat. Tehát ez nem hiszem, hogy nem jutott eszükbe, hogy erre kéne valami extra mechanika a játékba. Tehát, hogy mit tudom én, legyenek választási ligák, hogy mi együtt szavazunk például. Na mindegy. A centralizációt növeljük, vagy a tanácshatalmát csökkentsük? Szerintem inkább az utóbbi. Egy szavazat kéne az én oldalamra. Mellettem szavaz jelenleg. Szlavónia hercege, második Babon Jeg és Szezima Steyerországból.
ők ketten. Ott akár mindig le tudjuk fizetni. Ó, többet kér, mint a legutóbb. Mennyibe kerül itt egy szavazat a tanácsban, könyörgöm? Te állj le a terveddel, bármit is tervezel, neked megveszik a szavazatodat, Marquardt. Köszönjük szépen, és ezzel a tanács hatalmát csökkentjük, mégpedig a kivégzése nem fontos, mert nem szoktam kivégezni embereket. Birtokok visszakövetelése az fontos, hogy ne legyen az, hogy egy népszerű herceg igazából megvédi magát azzal, hogy a tanács nem szavazza meg a birtok el visszavételét. Született egy unokán Kunhunta, jó esélyen meg fog halni, mert betegesen született szegény. A felségünk újra terhes. Pumpáljuk magunkból a gyerekeket, mint rohadt élet. Persze, dobáljunk. Valaki súlyosan megsérült, Marquardt. A szavazatod azért ad le, mielőtt meghalsz a sérüléseidben. Már nem vagyunk türelmesek, ezzel lement egyre a dimens limitünk, ez nem jó. Átmegyünk üzletfókuszra. Az le fogja vinni 4-jel a marsalunkat. Viszont visszaadja a dimens limitet. Nem leszek parancsnok, fuck off! És most várunk, mert más nem igazán tudunk csinálni. A fiunk jó taktikus lett, 15-ös Marshall skill, szuper! Még úgyis, hogy stresszes és depressziós. Fiam, te vagy az egyik tábornokom, és bemutatunk az udvarnak. Babonjéget megpróbáltak bemártani, ha jól látom. Ja, igen. Bohuszlár megpróbálta bemártani babonjéget. Takarodsz a börtönbe. Akkor lázadj. Azzal a hatalmas birtokkalod fellázadni, hát jó, sok sikert. A horvát stájer csapatokat összehozzuk Kolomban. Kell egy új kancellár, azt hiszem az volt Marquardt, akit ugye véletlenül megöltünk. Oké, már három lojalistánk van a tanácsban, tehát elméletileg a tanács mindent meg fog szavazni, amit csak szavazásra bocsátunk. Növeljük kapcsolatainkat Nikájával, mert az a szövetség hasznos lesz, és azt akarom, hogy mindenképpen lépjenek, amikor létre akarom hozni a szövetséget. Akárki ellen is kelljen majd létrehoznom. Biztos vagyok benne, hogy valamikor kelleni fog, lehet, hogy a császár ellen. Jó. Föl Eisenburgba. Ha már megszereztük. Na, irány Stájerország, és ott szétszúzzuk őket. A fiunkat megtesszük tábor... Már megtettem tábornoknak, akkor miért nem adta? Hol van a... Miért nem ő vezeti az egyik szárny? Miért nem tudom beállítani, hogy ő vezessen egy szárnyat? Á, Slavomir! Alajos, és én. Az ellenség hazaért Pittenbe. Akkor megyünk oda. És van egy új pápa, 4. Clemens. A Grunházból. Már megint a szkónai érsek lett a pápa. Hát azt hiszem a következő nem lesz az. Egy varég? Egy varég gárdista. Köszönöm szépen a birtokodat, erről a tanácsban nem is szavaztál, már az a védőháló sincs meg. És Pittent kiosztjuk valaki másnak. Na, mindjárt szeret minket a fickó. Született még egy lányunk. Tetszik, hogy eddig csak egy fiunk született, ezért fura. Jó, ja, tartozunk Szezimának egy szívességgel, nem mindegy, hogy beváltaná a fickó lojalista. Jó, ja, persze, kapjunk valakit zudvurunkba. Lássuk, ez a sövel vagy kövel mihez ért. Egész jó diplomata. Egész jó. Csak mert az esemény azt írta, hogy diplomata, de ezt a játékban sose lehet tudni. Na, lássuk, hogy a konzervfiunk kap egy intrika skillt. Nem vesztett. Kap egy stewardship skillt. Nem vesztett. Természetesen. Rivális lett az egyik grófság örökösével. Ezt vissza akarom követelni, azt hiszem. Nem. És nem is tudom lecsukni a fickót. Na mindegy, majd csinál valamit, amitől le akarjuk majd csukni, mert az emmi hülye. Marshall skill, azt is vett. Hát ez nem igaz.
Erre mekkora volt az esély, mind a hármat elvesztem, eddig 12,5% kb. Marshall skill, köszönjük, legalább menjen vissza arra a szintre, ahol volt. Csökkentsük a pártunk hozzáállását a császár felé. Hát ez rosszul sült el, és már jobban szeretjük a császárt. Nem, kevésbé szeretjük a császárt, nem tudom mi van akkor. A lányunk meghalt, úgy látszik megmerényelték valahol Braunschweig-Lüneburgban. A rohadékok. Most mondanám, hogy basszú, de nem tudok menni bosszút állni. Jól van, fiacskám, de legalább van jogod a lengyel trónra. Amikor Boleszláv meghal és a fia meghal, és valaki más örököl, majd akkor elköveteljük neked az a lengyel trónt. Gyenge jogot ugye akkor tudunk átolni, amikor örökösödési válságban vagy ilyesmi, vagy régens. Megjön az ambíció. Nem tudom tovább növelni a combat skill-emet valamire egyébként ambíciók által. Van birtok, amit át kéne térítenünk? Visegrád katar lett. Kiküldjük oda rögtön Zedirádot, hogy térítse át, mert ez ugye növeli a stewardship skill-ünket, és akkor visszamehetünk katonai fókuszra. Valdes sem ijesztőt, nem is Katar. Oh fuck, bekapcsolva felejtettem a Sunset Invasion-t. Ne, jönnek az aztékok. Fuck. Na jó, nem baj, ezt az életutat amúgy sem akartam tovább folytatni azon túl, ameddig tart, és nem minném, hogy... Ami azt jelenti, kilépek a játékból, újraindítom és kikapcsolom a Sunset Invasion-t, mindjárt visszatérünk. Oké, itt is volnánk pár hónappal korábban, az autószévet töltöttem vissza, mert nem akartam, hogy az legyen, hogy összeakadjon a játék, amiatt, hogy már beütött az első esemény, aztán egyszer csak nincs Sunset Invasion. Egyébként a császár eléggé durván bukja a háborút a trónkövetelő kalandor ellen, és most fejeztük be a Slavoin bemutatását az udvarnak. És már nem is stresszes, már csak depressziós. Jaj, családnavalás, igen. Családnevelés semmi szólott akár módra. Nyerjünk meg egy háborút akárki ellen. Ó, ide van egy jogunk. Igen, ezt nem akartam visszakövetelni, mert az ember szeret minket, de úgy látszik, hogy meg fog halni azelőtt, hogy fia születne, mert a felsége már bőven a fölött van, hogy szülne neki még egy gyereket, szóval köszönjük szépen, nem akarjuk, hogy kiaraköltesd a birtokod a birodalmunkból. Kiosztjuk egy másik katolikus csenek. Ja, ezt a háborút úgy látszik, hogy bukja a császár. Tehát hamarosan lesz egy új császárunk, mégpedig Corrado di Carretto. Caretto, egy ligur kalandor, akinek hirtelen lett 44 000 embere. Ez annyira förtelmes, idegesítő. Tehát ez a német-római császárság tud produkálni magából ennyi embert, mármint a császár, az egész császárság többet tudna, mert ugye mindenkinek megvannak is magáncsapatai is. Tehát ez nem olyasmi, amit így előrántasz a seggedből. Aki a nikeljai császár imád minket, gyere vissza és fabrikálj jogot Karintiára. Nem! Még mindig! Veszprémet ki irányítja? Ó, valamelyik mongol szakadár. Lehet, inkább Sopronra kéne fabrikálni jogot, mert úgy látszik, hogy megint Magyarországra koncentrálunk. Persze, szervezünk egy expedíciót, vegyünk egy hajót. Jöjjön velünk a papság, kapunk tőlük 80 pénzt. Megyünk kereskedni valakivel. Reméljük, hogy a feleségünk amúgy nem öli meg a fiunkat, az idegesítő lenne, nagyon idegesítő. Találkoztunk a Gujugida Kánnal Torolcsival, az egyik mongol szakadárral. Adjunk neki egy tucat erős lovat ajándékként. A stewardunk tunkolja az arcát kajával. Csak imádkozik az úrhoz. Ez működni fog a tengristákon! Lenyugtatjuk a teológiai vitát, amit a klérusunk okoz. És összebarátkoztunk Torolcsikánnal, és kapunk ebből egy nagyon gazdaságos kereskedelmi útvonat és 500 pénzt. Igen, Szezima, kapsz pénzt annak ellenére, hogy ott tönkötted az arcodat, és majdnem belkerült az egész kereskedelmi útvonal. Na mindegy,
fejlesztjük a tartományt. Már van pár dolog, amit nagyon még négy törvény van, amit át kell vinnünk, hogy visszamenjünk oda, hogy abszolút a királyi hatalom. Most egy ideig nem fog harcolni az erdélyekkel. Fejért elkövetelhetném, mert de jura jog. A magyarok vallási háborút hirdettek az aranyhorda ellen a... Szerémségér. Ja, igen, Szerémségér, oké. Azon gondolkozom úgy, hogy ez miért Oltén és miért nem Szörényi Bánsán, mert beleférne. Na mindegy. Kunhundát neveljük valami Stuart férjének. És övünk neki egy eljegyzést. Az angol király nem lenne rossz. Az aragóniai lázdás vezetőját az egy kicsit kérdéses. A francia herceg, márint a római császári herceg. Libuszét helyezzük el az angol királlyal Henrikkel. Aki hát majd... Aki éppen elveszti a trónját, aha. A jó nénikédet megtévesztő hirdetés volt. Házasodjunk a burgund hercegi családdal. Még azt 2 hercegségük is van, Dauphin és Burgundia. Ja. És adó felesége éppen a bourboni grófnő. Tehát itt lesznek lehetőségeink értékes szövetségeket kötni. És van még egy lányunk, Vojtslava. Neki lövünk egy eljegyzést. A franciákkal már nincs értelme, a lengyelek között már van elég szövetségesem. Őket amúgy is katonaiak el akarom majd foglalni. Kasztíliai király? Nem. Szicíliai király? Garino von Hohenstaufen. Ezek valamikor lombárdok lettek. Miért lombárdok? Miért nem szicíliaiak? Megvan a kultúra. Na mindegy. Jó, a franciák úgy látom befejeztek 2 háborút. Nyertek egyet Velencen, és nyertek egyet... Ja, ez még a régi háború, ez még a... Római császárságért ment. Tényleg, akkor ezek most a jubéreseik? Igen, oké. Okay. A római birodalom megsemmisült, mert nem tartották a római, vagy a latin császárság, mert nem tartották a latin császárság területét. Akár ezzel független lett, és egy királynője van, akinek a férje valamiért muszlim volt. Oké. Okay. Na mindegy. Az olyan, hogy Melisandre királyné uralkodik Akájában. Erősen kérdő, hogy meg tudná tartani, külső segítség nélkül. A nikájaik túl erősek. Bár ők éppen el van a foglalva Rumeliával. Jól bedarálták egymás seregét. Amikor utóbb néztem, a nikája hegység ilyen 15 000 fő volt, vagy valami ilyesmi. Rumeliának még van 25 000 ember, szóval hogy Rumelia nyeri akkor. Lombard invázió, fellázott elnünk egy zsoldos kompánia. A császárnak úgy látszik, van esélye megverni a kalandorokat a levegőből megjelenő 40 000 emberükkel. Hát nincs elég ember igazából, az a probléma. Egér. Ja, úgy látszik, hogy megnyert elnünk pár csodát, azért ő ment lejjebb a warscore az ellenség javáról. De egyszerűen annyian vannak, hogy esélytelen. És azt, ebben nem vagyok biztos, de azt hiszem ezek immunisak az attrition. Ja nem, a kalandorok azt hiszem nem immunisak rá, csak kevésbé zavarja őket, vagy valami ilyesmi. Nem akarunk meghalni attól, hogy elestünk. És iszákosak lettünk. És rivalizálunk ezzel a rohadékkal. Aki eddig lojális volt hozzánk. A kémmesterünk. Emmi döntések. Százra imád minket, nem segítek, mert segfej vagyok. Köszönjük. Na jó, a kémmesterünket akkor lecseréljük, mert azt nem akarjuk, hogy riválisunk legyen a kémmesterünk. Smilt lefizetjük, hogy szeressen minket. Így is van 4 lojalistánk, hála az égnek. Tehát talán sem mindig simán megszavaz mindent, amit akarunk. Mikor szavaztunk a legközelebb? Jövőre azt hiszem? Jövő februárban, igen. Akkor megszavazok, hogy a háborúkról is én döntsek ezentúl. Miféle ajánlat ez? Azt akarják, hogy... támadjuk meg... Okicsér... Belgutaig, bosszus Belgutaikánt az aranyhordából. Öröklés volt, úgy látszik. Micsoda? Kikerült a fickó a börtönünkből végül, úgy látszik. Valahogy kiszabadult. Valószínűleg az a küldték váltságdíjért.
Na mindegy, örökölt a fia, bosszus belgut, hogy aki pocsék mindenben a szerencsétlen fickó. Simán, okicsér, előre. Ez a Steyer fickó kicsit kezd erős lenni, de osszani fog a birodalma. Az a baj, hogy egy fia van, tehát nem fog ténylegesen szétosszani, az ő fiai között viszont már annál inkább. Huszonegyezer emberünk van egyébként. Eléggé komoly. Az aranyhorda nagykányának jelenleg 8000. És ez a birodalmának jóval több, mint felét Rurikida fejedelmek irányítják, akinek ugye legjobb esetben is megkérdőjelezhető a lojalitása. Ott van 4000 mongol. Azokat aztán megyünk és bedaráljuk. És ezzel meg is lesz a nyertes háború fókuszunk, amivel feljebb toljuk a marshal skillünket. Vagy nem fókuszunk, hanem hogy is hívjákunk. Ambíciónk. Született egy unokánk, Albert. Fuck! Az hittem, hogy fejéren keresztül fogjuk őket vinni, most lemaradtunk. És mennek megtámadni a magyarokat? Úgy látom, nem mennek megtámadni őket, csak úgy ide jöttek. Na jó, ezeket utalérjük, bedaráljuk. Na, de ezzel igazából meg sem is lettem a kán hadseregének a felét kb. Ide bedobunk egy ostromot, hogy könnyebb legyen a manőverezés. Legyen itt a környéken egy barátságos birtok. Ez itt felviszi jó 3000-ről a supply limitet. És most megyünk le a kicsba. Hogy állnak egyébként a járványok? Nem akarok belemasírozni a fekete himlőből, vagy ilyesmi. Olyan lett, csak Itáliában van, szuper. És ott is csak tuberkulózis. Na, ostromlunk. Hogyha a mongolok akarnak további csapatokat küldeni, akkor küldjenek egyébként. Megszálljuk ezt a tartományt, és kivárjuk a Tikin Warscore-t. Ja, és ennyi. Ott a császár éppen csodát feszít. Meghalt az anyósunk, Kunigunda. Ötödik Boleszláv vénkorára megszállott lett, és gyáva és önkényes. Amilyen jó király volt eddig, most annyira szar, bár a diplomáciával még mindig nagyon vág az esze. Szóval úgy látszik, hogy születni fog még egy lányunk, ahogy ismerem ezeket a dolgokat. Tartsunk egy találkozót az udvari párnak ismételten. Megpróbáljuk erősíteni a hoppá, lemorzsódunk, mert el van. Rendelünk egy rohamot. Le akarnak váltani egy szavazással. Nope. Az a szakállat egy kicsit furcsán néz ki az arcunknál, mint hogy lecsúszna róla. Kolyan, mi van amúgy ezekkel a bajszokról, hogy így dőlnek, ez csak nekem tűnik így, vagy másnak is? Na mindegy, akkor legyünk Mikulások. Kivisszük ebből a tartományból a csapatainkat, kivárjuk otthon a telet. Nem akarom, hogy túlságosan lemorzsódjunk. És leszavaztak minket. Akkor ebben az esetben, ja ki is léptem a pártból, szuper. Átmegyünk a Glory Factionbe. Ja igen, behívjuk a lengyeleket az aranyhorda ellen. És Novgorod éppen szarban van. Svédország éppen adófizető államot fog belőlük csinálni, szóval velük most nem szövetkezünk, mert nem akarom, hogy berángassnak a svédek ellen. Na biztos, hogy benne, hogy véget is ért a tél. Ugye? Igen, véget ért a tél, megyünk, ostromlunk. Ott a szicíliai király veri a horvátokat valamiért. A magyaroknak segít visszafoglalni a szerémséget. Mert pont a szerémséget, azt nem tudom, visszafoglalták volna Somogyot is. Alajos, 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 nem. Te vagy a legjobb tábornokom, de nem, oda egy cselt akarok majd. Vilmostól törvényesen nem tudok visszakövetelni több birtokot. Megvárjuk, hogy meghalljon. Második babonyé meghalt. Katar volt a végére már az öreg. Megtesszük a fiát tanácsadónak. Megtetnénk a Meissen-i fickó, de a Meissen-i fickó most is imád minket. A Meissen-i fickó, megvan a szerb házasságunk. A Meissen-i fickó, értem úgy valamihez? Ez amúgy a titulus, ő a Meissen-i fickó. Nem, diplomáciában tűrhető. Így már csak két lojistánk van a tanácsban, tehát egy embernek kell fizetnünk, amikor megszavaztatjuk a következő dolgot. Amit mindjárt meg is fogunk, ami azt illeti. Smilt lefizetjük. Itt olcsó lesz. Támogass a tanácsban. Ja igen, a hadüzenetet a végére kell hagyni. Az utolsó, amit meg tudunk szavaztatni, szóval szavaztassuk meg azt, hogy annak osszuk ki a birtokot, akinek akarjuk. A birtokokat.
Ki mellett van Valence, és ki ellen? A császárral harcolnak egy embargó háborúban, és megtámadták Epirus Galatáért. Az itt van Konstantinápoly, az itt van Konstantinápolynál egyébként, ha minden igaz. Aha. Ó, Konstantinápoly jó kicsi lett. Ez tele van ugye alapból holdingokkal. Úgy látszik, hogy a sok háború hát egy kicsit szétcseszte. És Zephyrus idesputa volt ilyen hű, hogy nem ő tartotta meg. Eközben Indiában irányítanak a muszlimok. Nem minden, hogy meg tudnák őket állítani manapság. Az ilhánok érdekes módon még nem verték szét a szunita kalifátot. Az ilhánok szuniták lettek. Eddig zaidik voltak ugye. Időközben szuniták lettek. És épp egy lázásban védekeznek a zaidi hűvéreseik ellen, mert azok ugye mind zaidik maradtak. Aha. Ez érdekes lesz. Az aranyhorda ugye dezintegrálódik, Jeruzsálem és Kilikia pedig még vannak. Jeruzsálem megszerezte az irányítást Antiochia felett. Ez mikor történt? 6. Bohemond herceg, aki ortodox lett közben, meghalt. És egyszerűen megörökölte Arnold a jeruzsálemi király. Született egy fiunk Bohuslav. Oké. Okay. Szerintem nem akarunk örökké élni. Jó lett. De attól meg elégedettek lennénk, ami nem jó, mert akkor elvesztenénk az egyik legjobb trétünket. Éljünk örökké! Ez is egy ilyen természetfeletti esemény. Csak én úgy tudtam, hogy ezennek ritkán kéne beütniük. Smilcsaj diszkréten. Nem osztjuk ki Ausztriát. Született még egy unokánk, Václav. Nem leszek parancsnok, fuck you, császár. És a tanács végre megszavazta, hogy csökkentsük a hatalmát. Micsoda? Ó! A Kalandor Corrado a mágikus spónol csapataival megszerezte magának a császárságot, viszont miután a mágikus spónol csapatai eltűntek, egy nappal később feladta a címet a régi császár 6. Henrik javára. Mert logika. 3 kemény hónapig hatalmon volt, addig tartott Zemminek, hogy lehessen a császárváltás. Szembolyan lebetegedett, influenza. Az orvosunk jól félrekezelte. Elküldjük a büdös életbe. Jönnek a lengyelek. Hogy miért Horvátországban, azt nem tudom. Arra számítottam, hogy ja, mondjuk nincs itt Zalanyhordának igazán területe, de ott van még hozzájuk közelebb. Mindenki lecsukunk, aki találtunk ott. Libuszét tanítsuk etiketre. Köszi, hogy rajtam keresztül menekülsz, amikor már most is majdnem morzsolódok. És ostromlunk tovább. Mindjárt itt a tél, tehát hamarosan lehet, hogy vissza kell vonulnunk megint. Bár már kisebb annyival adtsunk, hogy ne kelljen. Lemorzsolódtunk már annyian a legutóbb. Morzsolódunk azért, mennyi a supply limit? 18.100. Akkor egy roham, aztán kivonulunk. Igazából ezzel megvan a Ticking Wars Court, tehát most csak áldogálunk itt. Ami azt jelenti, menjünk és ostromoljuk Verbast. Ami azt illeti, megállunk Pozsagában és majd utána megyünk. Nem, megállunk Varasban. Megvárjuk, hogy elmenjen a tél. Mi történt? Ezt az eseménysor még nem láttam egyébként, még sosem csináltam ezt intrikával, mert attól függ, hogy milyen trétet választasz, máshogy megy le. Valaki követi a kémmesterünket. Vegyünk neki 100 dukátért áruhát. 100 dukátból egy tornyot vezek a kastélyomhoz, könyörgöm. Vagy 100 pénzből, mert ugye ez nem dukátok, hanem ezek pénzek. Virbaszban még így is lemorzsódunk, a sereg felét küldjük. Magyar királyválasztás? Ja igen, ugye fucking Beldrick nem szavaz rám. Úgy látszik, hogy megválasztják Donátot, annak ellenére, hogy az apját elvesztette a fél országát. Meg nem tudta visszafoglalni Erdélyt a kánoktól. Hogy a kán Vencel most meghal, megváltoztat az örökösési törvényt, hogy nők is hatalomra kerülhessenek, el tudnám követelni Adelaidának Erdélyt. Lehetséges, hogy ez lesz. Megpróbáljuk megölni Vencelt. Értünk az intrikához. Jaj, csak senki nem támogat minket a nagy tervünkben. Mindenki túlságosan szereti Vencelt, végül is ő védte meg őket a királyi fennhatóságtól.
akkor a terve ideiglenesen leállunk. Reméljük, hogy Vencel meghal valamiben. Az nem ritka erre felé. Van vele úgyis szövetségünk, majd berángatjuk a lehető legtöbb háborúból, hogy csatában meghalljon. Arra vigyáznunk kell, hogy gyorsan állítva a de jure asszimiláció, és Nyitra 10 év múlva de jure cseh terület lesz. Tehát már nem is fog nekünk szavazati jogot adni a magyar királyválasztáson, és van egy jogunk a karintiai hercegségre. Nem a grófságra, a hercegségre. Ez jó. Menj is fabrikáljak az akvileiai patriarkátusra. Nem kapod meg Morva országot, ott van egy rakás birtok. Apropó, a koronafókusz átrakjuk Prágába. Bruno cselett, oké. Fogynak a Morva tartományok. Ez itt szerintem egy kicsit erős túlzás, így az 1200-as évek végén Pozsony dominánsan Morva. Na, ezt csodát megnyertük. Okicsa miénk. Közben az a mondjuk, a legjobbkor kaptuk a jogot, mert a karintiai herceg jelenleg egy kajak. Összevonjuk az állandó csapatainkat, kidobjuk egyébként a szárnyakra őket. És adat üzenünk Karintiáért. Az ambíciónk legyen az, hogy... Nem leszünk szentek. Legyen a tartomány áttérítés. Áttérítjük Visegrádot. Te mész technológiát lopni Nikájába. És összehívjuk a hadseregünket. Irány Eisenburg. Boleszláv király meghalt Lengyelországban. Örökölt a fia, másik leszek. Nem én leszek a másik, hanem ő lett a másik lett örökölt. Lefizetjük másik Konrád mazóviai herceget, hogy segítsen meggyilkolni. A kémestere imádja, nem fog belépni a tervembe, viszont nem egy ember az udvarából, igen. Nem, szükségtelen, hogy mindenki megtanítsa arra, hogy hogyan kell könnyű gyalogságot vezetni. Ez a küldetés egyébként, ez az eseményről egyébként eléggé kockázatos, szóval én nem mondó vagyok, hogy nem, felbehagyjuk. Az icákosság ez nem lesz jó, mert ez csökkenti a, hogy is hívják unkat, csökkenti az egészségünket. Lehet, hogy át kéne mennünk teológia fókuszra, hogy valamivel ott leszokta szokni az emberek a borról. Nem akarsz megölni ti semmilyen miricet, kérlek szépen. Nem akarom, hogy a fiam elcsessze itt a hűvéreseim kapcsolatát vele, még azért, hogy egyáltalán róra kerülne. Valószínűleg Albert lesz az ami azt jelenti választásos monarchia, tehát igazából döntik, hogy Albert vagy Vencel örököljön. Vencel valószínűleg jobb lesz, mert Vencel betege, gyerekként beteges, de ez ki fogja nőni, Albert viszont dalogni fog egy életre. Hogyha hogy mondod meg egyébként egy két éves gyerekről, sőt, ami azt jelenti egy újszülött gyerekről, hogy dadogni fog, az egy remek kérdés. Született még egy fiúk, Vladislav, na ő lesz az örökös, őt fogjuk jelölni, amikor... Hát vagy ő lenne az örökös Slavomir után, az életút egyébként nyilvánvalóan véget ér közben, csak tervezzünk előre. Egyébként valószínűleg nem akkor fogom abba hagyni, amikor pont meghal ő, sem is szólott akár, hanem jó eséllyel játszani fogunk egy kicsit Slavomirral, valószínűleg akkor fogjuk elkövetelni ugyebár Lengyelországot. De azért ezt a nagy közép-európai terjeszkedést majd befejezzük nyilvánvalóan. Hány birtok el amúgy ahhoz, hogy elkövetessen Magyarországot? 18. Jelenleg van 9. Jól láttam, igen, akkor 9. Elkövetetném magamnak Fejért, az még 10, akkor azzal 10. Ha Erdélyt megszerezném, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor az 16. Akkor még kéne két tartomány. Egy az Aranyhordától és egy az Aranyhorda szakadáraitól. Tehát, hogyha Nyitra nem olvadna be a birodalmamba 10 év múlva, akkor ezt meg is tudnám csinálni. Meghalt a Steyer herceg, ez nem jó, mert ő ugye mindig támogatott a tanácsban. Bedriket megtesszük Tánok mesternek. Ő lojalista, ugye? Mondd, hogy lojalista. Hál' az ének lojalista, oké. Okay. Akkor még mindig megvan a két támogatónk, és csak egy embert kell lefizetnünk. A garinti hadsereget megfújdamítottunk, menjünk és ostromoljuk ki a várukat. És Bedrik lesz a kijelölt régensünk. A császár birodalmi békét szavaztatott meg.
És Vencel beívott minket Osli ellen, aki ismételte, aki most fejért akarja elkövetelni. Jó. Egy romot intézünk Sanktveit ellen, szerintem meg tudjuk nyerni a háborút, amit beütne a birodalmi béke. És megtesszük, Gábor ő egy lázdás vezet, szóval nem őt, ha megtesszük Havelt kancellárunknak. Így már csak egy lojalista van a tanácsban, szóval már két embert kell lefizetnünk, hogyha arra kerül a sor. Jó, Grand katolikus lett, mármint ő Visegrád, ezzel megvan az ambíciónk, kaptunk stewardship skillt. Akkor azt hiszem visszametünk a háborús fókuszra. És nem megy le a demence limitünk, remek. Karinthia ellen még egy roham, köszönjük, megnyertük a háborút. Ez a fickó tartja magát Karinthiát és Karneolát. Igazából az egész hercegséget, kiéve Görcöt. Megkapja Albert Meinhard Diner a hercegséget, mert a másik fickó az még egy gyerek. Összevonjuk a hadseregünket. És mivel úgysem tudunk most harcolni a császárságban egy ideig, megyünk és szétverjük, Szlavomért is hozzuk, kapjon tapasztalatot, megyünk és szétverjük a magyar királyi hadsereget. Annyian 5000 ember van ránézésre. 7000 igazából, de csak 5000-rel ment ki valamiért. Az erdélyek belementek egy elég hülye csatába, amit el is fognak veszteni. De szerencsére jövök én? Friendly neighborhood cseh ország. Meghalt a kancellárunk. Ezt nem fogjuk teljesíteni soha, mert el fogom költeni ezt a pénzt. Legyen 10 gyerekünk, lehetségesnek tűnik. Megtesszük Litoldot kancellárunknak. És Vojslavád neveljük etiketre. Bohuslavot pedig neveljük büszkeségre, már reasons. Nekem nem kéne amúgy, hogy legyen gyenge jogom a császárságra? Na mindegy. Készülj a halálra, balassa scum! Jó, Balassa Scum megsérült. Tetszene, hogyha ez lenne úgy a neve, Balassa Scum. Jó napot a nevem, Scum, Balassa Scum. Jó, azzal megöltük az egyik tűretően tehetséges tábornokukat. Ja, tűretően tehetséges 8-as skill-lel. Az egyik pocsék tábornokukat. Abba Amadé nagyon jó tábornok, de remélem, hogy valaha megszerezné magának a trón, szóval így nem lesz veszélyes. És ez 100%, wow, ez gyors volt. Ó, elfogtuk a királyt. Már az egyik hűbéresünk elfogta, Litolt fogta el a jobb szárnyunkon. Na, gyerünk, kösd békét, úgy, köszönjük. Hadsereg lebont. Van tűzszünetünk a magyarokkal? Nincs. Elkövethetném Magyarországot a feleségemnek. Az a baj, hogy a feleségem valószínűleg a fiára szavazna, Bohuslavra, és nem az elsőszülött fiamra, Slavomirra, mert az nem az ő gyereke. Úgyhogy elköveteljük Fejért egy dejúra háborúban, és az insta győzelem, mert ugye még mindig a fogjunk a fickó. Tudom, hogy ez roldékúzás, de mondom, tehát amikor szétverem az ellenség hadseregét, ez egyébként idegesíti játékban, hogy a szövetségesen nem követelhetnek semmit. Tehát megsemmisítettem a teljes hadseregét, miért ne követelhetnék el valamit, hogy meg tudok szállni a határon mentén. Na mindegy. Azon gondolkozom, hogy Kán Zsuzsának átoljuk-e a jogát. Mert egyébként ő a harmadik az öröklési ráncban. A második, ami azt illeti. És hogyha a második vagy az öröklési ráncban, akkor azt hiszem át lehet tolni gyenge jogodat. Aha. A másodiknál és a harmadiknál át lehet tolni jogodat. Hogyha felszámolom ezt a paktumot, azzal vesztek 200 presztist. És tűzszünetet kapok vele. 5 évre. Szóval inkább nem. Ja, igen, leszek... Nem kapcsoltam be az automata behívást, fuck, pedig lefizettem azt a sok embert. Hoppá, ez örökösési háború. Igen, örökösési háború, oké. Meghalt a riválisom ott akár, ő volt ugye a jó kémester, aki lojalista volt. Elhozzuk a koponyáját. Ez azt jelenti, azt hiszem, hogy... Miért van meg nem támadási szerződésünk? Az apja alatt kötöttük a házasságot, nem alatta. Na mindegy. Elnyújtuk a volt riválisunk kaponyáját. Tehát ez a fickó aztán legutóbb még belépett volna, de most már túlcsakos imádják leszeket.
Miért számít meg nem támadás szerződésnek, abban nem vagyok teljesen biztos. Na mindegy, a saját lányom azért nem fogom megölni, hogy megtörjön a szövetség, vagy a szerződés. Steyrország már hozzánk tartozik. Ausztria úgy szintén. Hogy ez miért csehinek hívják, azt abban nem vagyok biztos. Elméletileg egyébként az összes titulusnak a legfelsőbb hüvérúr kultúrához kell idomulnia. Ezért van az, hogy Kolonis Eisenburg lett, és nem valami cseh. Meg hogy Pozsony is Pressburg. Nem Bratislava. Tehát elméletileg ennek is bőmennek kéne lenni, és nem csehinek. Na mindegy. Ne legyen ambíciózusabb. Tehát ezt láborút nem tudjuk megindítani, míg leszek meg nem hal. Hát reméljük, hogy meg fog halni. Erdélyben meg... Vencel tudja, hogy nem akarják megölni, én nem mondom, hogy felszámoljuk a meg nem támadási szerződést. A szövetség attól én megmarad. Mi az, hogy nincs casus bellim? Oda van írva, kérlek szépen, feketén-fehéren, hogyha megtalálom, hogy kinek a felesége. Hogyha ő a második a vonalban, akkor hadat üzenhetünk. És ott van Zsuzsakán, ő itt másik a vonalban, mert nem tudok hadat üzenni. Na mindegy. Akkor lehet, hogy majd akkor, amikor meghal a fickó. Viszont! Én nem gondoljuk, hogy ez már körülbelül elég is lesz. Úgyhogy ez alatt a Márnat Barna. Ez alatt már a Crusader Kings 2 életutak. És találkozunk a legközelebb, amikor Römötre meg tudjuk magunknak szerezni majd vagy Magyarországot, vagy Lengyelországot, esetleg mindkettőt. És rököltünk valamit, egy Olmützöt. Ezt aztán kiosztjuk. Van kevésbé gazdag tartományom? Ja, Bruno, konkrétan. Ó, Olmützben egy várat rököltünk. Oké, azt osztjuk ki. És találkozunk a legközelebb. Addig is a viszont, ledásra!